Több mint 500 nap telt el az első romániai koronavírusos eset megjelenése óta. Ezzel egyidejűleg a Kolozsvári Bábásbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi karának magyar tagozatos kutatócsoportja, a nagy-britanniai The Economist szaklap által kidolgozott normalitási index adatait elemezte ki, amely annak a mértékét hivatott meghatározni, hogy egy adott országban a gazdasági társadalmi élet milyen mértékben tér vissza a járvány előtti szintre. Csala Dénest, a Lancaster University adjunktusát, a Kolozsvári Bábásbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi karának társult oktatóját köszöntöm, jó napot kívánok! Szép délutánt kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást! Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Hát kezdjük akkor azzal, hogy ez a normalitási index hogy néz ki, és milyen értékek vonatkoznak Romániára? A normalitási index az valójában azt mutatja meg, hogy ha mondjuk a járvány előtti időszakot veszük egy 100%-os aktivitási nívónak, akkor ehhez képest a gazdaság különböző aktivitási szektoraiban hogy állunk ma. És az Economist szaklap felbontotta a gazdaságot üzletek látogatottságára, lakhelyen kívül töltött időre, sporteseményekre, forgalomra, tömegközlekedésre, az irodák foglaltságára, illetve a repülőjáratok sűrűségére. És ez alapján azt mondhatjuk, hogy Románia 85%-on áll, azaz az általános mobilitási vagy mozgási visszaálltsági szempontból a járvány előtti helyzet 85%-át jegyezzük ma. Ugyanakkor azt is hozzáfűzném, hogy az egyik előnye a portálunknak, hogy naponta frissülő adatokat próbálunk bemutatni, és az önáltal bemutatott Európai Uniós első helyezés még mindig áll, sőt, most már globálisan csak Hongkong előzi meg Romániát a 85%-ával. Hát említette, hogy honlap van, erre ugye nem utaltam, nincs kiírva, de mondjuk el, hogy hol lehet erre rákeresni, aki érdeklődik ez igen, iránt. Ez az a Romanian Economic Impact Monitor már a járvány elejétől a pandémia gazdaságra gyakorolt és minden nap életünkre gyakorolt hatását próbálja összegezni egy vizuális útmutatóval. És ez egy több nyelvű felület, roppant érdekes adatok vannak, ugye nem csak annak, aki érdeklődik, hogy körülbelül hogy néz ki ez a történet most, hanem döntéshozók is gondolom, hogy inspirálódhatnak ebből az adatbázisból. Ja, azt mondják, hogy van egy rövid távú jólét, ugye, egyrészt talán szerepel egy ilyen fogalom, és van egy gazdasági visszaállás, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy sok tekintetben talán előrelépés is. Most ez a pozitív része ennek a dolognak hogy néz ki, hogyha az országnak mondjuk a beoltottsági rátáját nézzük, és azokat a háttereket, ugye, amelynek kontextusában ez egy picit kérdésessé válik. Hogy látja? Jön a negyedik hullám, mondjuk. Igen, ez mindenképpen egy kétoldalú érme, hogyha a teljes lakosságot vizsgáljuk, ott a rendelkezésre álló adatok július 7-eiek, amit a Központi Információközlő Bizottság közzé tesz, és ezek alapján összesen a teljesen beoltottak, tehát mindkét dózist, vagy az egy dózisos oltások esetében az oltást megkapottak száma, az kb. 4,9 millió személy Romániában. Most ez 19 milliós lakossággal számolva, ez 25%. És ha megnézzük a lefedettségi térképet, akkor hatalmas különbség létezik a városi régiók, illetve a vidéki régiók között. Tehát például Kolozsvár azt hiszem, hogy országos szinten második helyen van, ott 43%-os az átoltottsági arány, de a környező településeken ez sokszor 10% alá megy. És igen, nagyon-nagyon helyesen mondta azt, hogy ez az érme másik oldala, tehát valamilyen szinten a gazdaság élénkítés szempontjából ez nagyon jó hír, hogy visszaállt a gazdaság valamilyen szinten a járvány előtti aktivitási normára, de ugye ez azzal vonja magát, hogy ez a lazaság később talán visszaüthet, kifejezetten akkor, hogyha ezt a jelenlegi beoltási rátát figyelembe vesszük.
Tehát, hogyha ezeket a patterneket nézzük, akkor vannak itt válaszok a miértekre? Tehát, hogy mondjuk miért ez a gazdasági meglendülés, előrelendülés? Mondta, hogy lazaság. Lehet ez mondjuk egy oka annak, hogy egy picit újra élettek a különböző aktivitások, szolgáltatások, nem tudom, főleg most a nyári szezonban? Abszolút. Tehát, hogyha megpróbáljuk egymásra helyezni a kormány intézkedéseket, ugye a lazító intézkedéseket, és ennek az aktivitási mutatónak, vagy a normalitási mutatónak az alakulását, akkor nagyon szépen látszik, hogy például a sportesemények esetében, vagy a repülőjáratok visszatérésének esetében, amint hoztak egy bizonyos felszabadító döntést, akkor azonnyomban kezdtek azok a bizonyos körbék újra kúszni fölfelé. Tehát nagyon nagy korreláció van egyértelműen a törvényhozás által behozott tiltások, vagy éppen enyhítések, és a lakosság ugye ezt valamilyen szinten akkor fogja követni, és akkor ezáltal a gazdasági tevékenységek is fogják ezt követni. Hát akkor ez egy remek eszköz a finom hangolásra, gondolom, hogy élnek is vele. Nem tudom, nem beszéltünk azokról a kategóriákról, amelyekben az ország ebben a kutatásban ugye jól teljesít. Melyek ezek is, melyek azok, ahol kevésbé? Például egy érdekes statisztika az, hogy a mozik látogatottságának a szempontjából több úgy néz ki, hogy több látogató van, mint például a pandémia előtt, de ugyanúgy az üzletet látogatottsága is már több mint egy hónapja 100%-os szint fölött teljesít, és a lakhelyen kívül töltött idő, ez a többi ország fényében is Románia mindig a top 5-ben maradt a végig a járvány időszak alatt. Úgyhogy mindenképpen ez valami olyasmi szintű tanulságot lehet levonni, hogy mi továbbra is szeretünk a természetbe járni. És mi a szándékuk ezzel a felülettel? Tehát meddig lehet ezt megtolni? Hát ez egy érdekes kérdés. Nekünk az lenne a szándékunk, hogy minél hamarabb ne kelljen ennek a hasznosságát indokolni, de mindenképpen úgy, tehát most másfél éve indítottuk körülbelül az oldalt a tavaly április végén, és mindenképpen kifejezetten, ugye ahogy ön is mondta, valószínűleg amikor újra elkezdődik majd az iskola és az emberek visszatérnek a különböző országokban, eszközölt, vagy nyaralt vakációjukból, akkor mindenképpen a járványügyi számoknak a valamilyen szintű növekedésére számítunk, és egyébként készítünk egy rövid távú előrejelzést is, mindig az elkövetkező hétre, és ez az előrejelzés a következő hétre az most majdnem duplázódást mutat az új esetek számában. Úgyhogy mindenképpen kifejezetten, amikor egy-egy újabb hullám érkezik, akkor meg szokott ugrani az oldalunk látogatottsága. Tehát még mindig egy információs feladatot tölt el. De mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy mindig megjelöljük a forrásainkat minden egyes grafikonnál és az oldal teljes egészében is. Valami olyasmit szeretnénk, hogy az emberek úgy tekintsenek a Romanian Economic Impact Monitorra, mint egy hiteles forrásra, ahol esetleg vizuálisan is fogyasztható tartalmat és egy átfogó képet tudnak a pandémiáról kapni. Milyen a látogatottsága egyébként? Gondolom, hogy ezt látják, hogy mi történik ott. Igen, ez nagyon, nagyon furcsa, mert amikor egy nagyobb portál, vagy sokszor megjelenik, ugye ehhez hasonlóképpen mondjuk nemzeti lefedettségű hírekben, akkor ilyen százszorosára ugrik a látogatottság, de általánosságban véve több ezren nézik naponta az utat. Nem említettük meg a többi kollégát, aki ebben a kutatócsoportban részt vett, így gyorsan felolvasnám, ugye a kutatási projekt vezetője Szász Levente, egyetemi professzor, a kutatócsoport tagjai pedig Bálint Csaba, ugye Csaladi Énes, akivel beszélgettünk, Csiki Otto, Nagy Bálint Zsolt és Rácz Béla Gergely. Hát többi kevésbé így néz. Valakit kihagytam, Csaladi Énes? Azt hiszem, hogy nem. Nem, ez a teljes csapat. Köszönöm, hogy felsoroltam. Hát izgalmas mindenképpen, ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki érdeklődik az ügy iránt, és hát visszatérünk, meglátjuk, hogy hogyan alakul ez a történet. Reméljük, hogy továbbra is pozitívan
Csaladines, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a meghívást.